köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Tamis Ákos vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Kevés bárányhúst eszünk, a hazai állomány nagy része külföldre kerül. Lakossági klímák, fontos a szakszerű karbantartás. Csíkszeredai diákok Szekszárdon népszerű a határtalanul program. Vége a szárazságnak, megszűnt a tűzgyújtási tilalom. A bárányhús még mindig rétegterméknek számít itthon. A teljes lakosságra vetítve az éves fogyasztás mértéke alig haladja meg a 10-15 dekagramot. A hazai tenyésztők alapvetően az exportra koncentrálnak, hiszen Olaszország az egyik legnagyobb felvásárlója a hazai bárányállománynak. Bár a Juh terméktanács sokat tesz a bárányhús népszerűbb étele érdekében, a szakmai vélemény az, amíg ennyire drágán mérik az igazán jó minőségű húsfajtát, nem lesz áttörés a fogyasztásban. Ami itt elfogy? Hát az jelentéktelen, az 10-15 bárány, amit így itthon el tudok adni. Pedig erről a bogyiszlói állattartó telepről évente háromszor megy kamion bárányokkal megrakva Olaszország felé, mert hogy ott sokkal nagyobb hagyománya van a húsvéti báránynak az ünnepi asztalon. Pedig az erdélyi magyar konyha is számos ételt sorakoztat föl bárányból, ennek ellenére ma alig fogy az ízletes húsfajtából. A felmérések szerint elenyésző alig 10-15 dek a bárányhús fogy egy főre vetítve Magyarországon. Szűcs Gábor azt mondja, évek óta nem változik a kereslet a hazai piacon. Igazán a felvásárlók se keresik, hogy most ide jönne, azt mondja, hogy volna igény egy 30 darab bárányra, belföldi vágóidra. Nem. Ilyen nagyobb bárányra már hallottam, hogy azért, hogy megveszik, ami tényleg ilyen 40-45 kilós bárányok, belföldi vágóidra is, de az se jelentős. Pedig a szakmai szervezet, a Juh Terméktanács folyamatos promóciókkal próbálja népszerűsíteni a bárányfogyasztást. Bátor Árpád alelnök véleménye szerint a legfőbb visszatartó erő az árban keresendő. Látom az áruházban ma a bárány comb az körülbelül olyan 7000 forint körül van kilónként. És nem csak Magyarországon vaskos az ára a báránynak, a külföldi húspultokban sem a tömegtermékek kategóriája ez a húsfajta. Ugyanezek az arányszámok vannak, ugye hát nekünk a legnagyobb partnerünk az Olaszország, de hát Olaszországban is gyakorlatilag ezek a húsarányok ugyanúgy fent állnak. Csak az egy más kérdés, hogy Olaszországban egyrészt van egy fogyasztási tradíció, ami ugye nagyon régóta ezeknél különösen az ünnepek során, akkor azért ott, ahol lehetőség is mód van rá, akkor azért esznek bárányt nálunk. Sajnos ugye ez a szokás, ez nincs meg. Így a hazai bárányállomány gyakorlatilag majd teljes egészében a külföldi háztartásokba kerül. Az pedig egy külön kérdés, megéri-e a bárányokkal való foglalkozás. Az állattartó azt mondja, ha minden költséget felszámol és csak a pénztárcája szerint gondolkodna, a megnövekvő takarmányárak mellett felhagyna a tenyésztéssel. Azt javasolta Orbán Viktor Vladimir Putyinnak, akivel telefonon beszélt, hogy azonnal vezessen be tűzszünetet, mert erre van szükség. Ezt szerdán sajtótájékoztatón jelentette be a magyar miniszterelnök. Hazánk kormányfője támogatja, hogy Budapesten tartsanak egy megbeszélést ennek érdekében. Nem egy béketárgyalásról lenne szó, hanem egy azonnali tűzszünetről szóló megállapodás kell, jelezte. Minden befolyásunkat annak érdekében fogjuk latba vetni, hogy minél hamarabb tűzszünet legyen. A békének az első lépése, a béke felé vezető út első lépése a tűzszünet, és utána pedig következnie kell egy európai békekonferenciának. Minél hamarabb, mert a háború egyre brutálisabb, és attól tartok, hogyha sürgősen nem sikerül elérnünk egy tűzszünetet, akkor még sok szenvedés lesz a világnak azon a részén, amely ráadásul, amely szenvedések és bajok egyre inkább közelebb kerülnek majd Európa belsejéhez. 2880 új koronavírus megbetegedést igazoltak szerdán idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.863.039 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt napon elhunyt 36, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 45.647 főre emelkedett. 1785 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 49-en vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében 54 új fertőzöttet regisztráltak, kedden ezzel a járvány kezdete óta 39.413-ra nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén.
A jó idő megérkeztével egyre több ember dönt úgy, hogy beüzemeli otthoni klímáját. A gépek rendszeres karbantartása elengedhetetlen annak érdekében, hogy megfelelő fogyasztás mellett kiváló hatásfokkal működhessenek. Továbbá segíti az olyan szennyeződések és kórokozók elpusztításában, amik kártékony hatással lehetnek az emberi szervezetre, és akár légúti megbetegedéseket is okozhatnak. Elérkezett a klímatisztítás ideje. A lakosság körében egyre inkább közkedvelt hűtési formának számít a fali klímák telepítése. A rendszeres és szakszerű karbantartás nem csak abban segít, hogy kórokozóktól mentes levegőt lélegezhessen be az ember, de a villanyszámlára is befolyással van. Székely Endre, klíma és hűtésszerelő elmondta, a legnagyobb kockázatot a nagy magasságban való szerelés rejti magában, de mellett az is nagyon fontos, hogy áramtalanítás nélkül nem szabad elkezdeni a készülékek szerelését. Elsődleges szempontból, egészségmegőrzési szempontból nagyon fontos a vegyszeres tisztítás, mert ahol kondenzvízlecsapódás történik, mint például a beltéri egységben, ahol van állóvíz, ott meg tud telepedni a gomba és a penisz. És hogyha ezt a beltéri egységben lévő ventilátor szétszórja, akkor az komoly egészségügyi kockázatot jelent a felhasználók számára. Fontos, hogy a karbantartás során klórmentes fertőtlenítő és gombaölőszert használjon a szakember, mert ezzel biztosítható a műanyag alkatrészek hosszabb élettartama. A karbantartást mindig szezon elején vagy szezononként kell végrehajtani. Hogyha a készülék csak hűtés üzemmódban van használva, azaz nyáron, akkor a hűtés kezdetekor, illetve hogyha van fűtésre is használva, akkor az ugye még egy szezonnak számít, ilyenkor a fűtési szezon kezdete előtt is érdemes elvégeztetni. A rendszeres karbantartás tehát az egészségmegőrzésen kívül abban is segítséget nyújt, hogy költséghatékonyan lehessen üzemeltetni a hűtő-fűtő berendezéseket. Megállt a szennyvizekben a koronavírus örökítőanyag koncentrációjának előző hetekben tapasztalt növekedése. A vizsgált városok többségét stagnálás jellemzi. Emelkedés egyik vizsgált településen sem volt észlelhető, csökkenés azonban több helyen is előfordult. A koronavírus örökítőanyagának koncentrációja 3 mérési pont esetében, köztük Szekszárdon is a mérsékelt, míg a többi 19 mintavételi helyen az emelkedett kategóriába sorolható. Az idén főképp személyesen segítik az egységes kérelmek beadását a falugazdászok, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Erre az elmúlt 2 évben telefonon kerülhetett csak sor. A közleményben leírták, a kérelmek szankciómentes beadási ideje szerdán nyílt meg, és május 16-áig tart. Aki ezt elmulasztja május 17-e és június 9-e között, annak munkanaponként 1%-kal csökkentik a támogatást, ezután a kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül visszautasítják. A 2022. május 16-áig beadott kérelmeket adatváltozás keretében szankciómentesen 2022. május 31-ig, késedelmi szankcióval június 9-ig lehet módosítani. Kivételt képeznek ez alól az állatalapú közvetlen támogatási kérelmek, melyek 2022. május 16-a után csak szankcióval módosíthatók. 30 erdélyi diákot fogadott Szekszárdon Gyurkovics János alpolgármester. A tanulók a napokban érkeztek a Tolnai megyeszékhelyre a Határtalanul program keretein belül. Az 5 napos itt tartózkodásuk alatt nem csak a város és a környék látnivalói tekinthetik meg, hanem a főváros nevezetességét is megcsodálhatják. A Határtalanul a Nemzeti Összetartozás Operatív Programja célja pedig a személyes kapcsolatok kialakítása és elmélyítése. Ez egy részlet a Határtalanul program egyik videójából. A Nemzetpolitikai Államtitkárság kezdeményezésének köszönhetően a magyar diákok külhoni területekre, illetve a felvidéki, erdélyi, kárpátaljai vagy vajdasági fiatalok Magyarországra jöhetnek osztálykirándulásra. Cél a kapcsolatok építése, elmélyítése. Szekszárdra most Csíkszeredáról érkezett 30 diák, akik egy hétig élvezik a Tolnai megyeszékhely vendégszeretetét. Van olyan, akinek ez az első külföldi útja, így különösen boldog attól, hogy részt vett a programban. Először vagyok itt külföldön és Magyarországon is, és nagyon-nagyon hálás vagyok az osztályfőnöknek kivételesen, hogy elhozott ide, hisz elég nagy macera volt velem, és nagyon örülök, hogy így az osztályközösség kicsit formálódik ezáltal, hogy
eljöttünk ide. Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere fogadta a diákokat, aki köszöntő beszédében elmondta, hogy bár a földrajz nem átírható, de a szívbéli távolság talán csökkenthető a személyes találkozásokkal. A Csíkszeredai Márton Áron gimnázium a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Bezeréd István technikummal vette fel a kapcsolatot, így valósult meg a cserediák program. Hát nagyon örülünk annak, hogy a diákok ide ellátogatnak Magyarországra. Itt érdeklődtem és hallottam, hogy színvonalos programot állítanak össze nekik, és hát természetesen a szekszárdi diákok is viszonozzák majd ezt a látogatást, és hát ő nekik is különös élményükben lesz részük. A diákok az ötnapos kirándulás során nem csak Szekszárd nevezetességeit csodálhatják meg, hanem a környék és a főváros látványosságait is megnézhetik. Több mint 7500-an érkeztek kedden Ukrajnából Magyarországra. Az ukrán-magyar határszakaszon 4204 ember lépett be, míg a román-magyar határszakaszon belépők közül 3463-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Közölte az országos rendőrfőkapitányság kedden. A beléptetettek közül a rendőrség 695 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. A budapesti rendőrfőkapitányság azt közölte szerdán, hogy hétfőn 600 menekültet fogadtak a fővárosban. A külön vonatokkal Kőbánya felső vasútállomásra érkező menekülteket buszokkal vitték a Bokcsarnokba. Hozzátették, a 600 ember között 216 gyermek érkezett Budapestre vonattal. A fővárosi és vidéki szálláshelyeken 37 ember, köztük 22 gyermek elhelyezését és odaszállítását az együttműködő hatóságok oldották meg. Tolna megyében a hosszú szárazságot követő eső hatására megszűnt a tűzgyújtási tilalom. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint ez nem azt jelenti, hogy kontroll nélkül lehet égetni, hanem azt, hogy mostantól nem tilos az erdőkben, facsoportokban, fasorokban és ezek 200 méteres körzetében tüzet rakni az erre kijelölt helyeken. Egy eldobott cigarettacsik, leggyakrabban ez az oka annak, hogy nagy területek égnek le. Az esetek többségében egy apró szikra elég ahhoz, hogy akár hektárok váljanak a lángok martalékává. Az országban idén eddig 21 ezer hektárnyi terület égett le. Köves Péter, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője azt mondja, a megyében 76 tűzesethez riasztották a lánglovagokat. Bár véget ért a tűzgyújtási tilalom, több szabályt is be kell tartania annak, aki tüzet szeretne rakni. Most már nem tilos az erdőben, fasorokban, facsoportokban, fásításokban és azok 200 méteres körzetében tüzet gyújtani, valamint a túrezás alkalmával a kijelölt tűzrakóhelyeken is gyakorlatilag neki lehet látni egy szalonnázásnak. A belterületre másik szabályok vonatkoznak, itt most még mindig az önkormányzatnak a rendeletei azok, amelyek hatályosak, tehát minden esetben az országos tűzoltási tilalom esetében is ők voltak a mérvadók. Vagyis, ha valaki belterületen szeretne zöld hulladékot égetni, akkor minden esetben a helyi önkormányzatnál kell érdeklődnie, hogy mely napokon, időpontokban lehet ezt a tevékenységet végezni. Minden esetben itt meg kell győződni arról, hogy azt a tüzet, amelyet mi gyújtottunk, azt mi kezelni is tudjuk, mindig legyen nálunk valami, amivel irányítani fogja tudni a lángokat, tehát nyilván itt a vasféle lapát, ásó, ez abszolút tökéletes szerszámok, eszközök arról, hogy ezt megtehessük, legyen nyilván oltóanyag a közelben, tehát akár egy vödörvíz, illetve homok. A tűzoltókat idén 7560 alkalommal riasztották szabadban keletkezett tűzhöz Magyarországon. 20 ember megsérült, ketten pedig életüket vesztették olyan tüzek miatt, amelyek kerti gazégetésnek indultak. Új ipari csarnokot adtak át Pakson. Az 1600 négyzetméteres többszintes épületben irodák, kiszolgáló helységek, tárgyalóterem kapott helyet. A jövőben további csarnokok, irodák, szállások, egészségközpontok épülnek, melyel folytatódik a kiemelt gazdasági övezet létrehozása. Ez az üzemcsarnok a Paks 2 beruházás szükségleteinek kiszolgálására jött létre, de középtávon és hosszú távon Paks város gazdaságfejlesztési programjához is hozzájárul. Egy új 1600 négyzetméteres ipari csarnokot avattak a hatos út mellett Pakson. Az ipari parkban ez az első Paks 2-höz kapcsolódó új létesítmény, melynek sorát folytatják a jövőben. Az avató ünnepségen elhangzott, 5 éve kezdték el az úgynevezett kerítésen kívüli fejlesztéseket a városban és a térségben. Erőműépítésének ugye két zsebe van a kerítésen belüli, meg a kerítésen kívüli forrás, csak ezt a kerítésen kívülit a non-profit Kft-n keresztül
finanszírozzuk, a kerítésen belül pedig Paks 2-n keresztül. Az atomerőmű építéshez közvetlenül kapcsolódó vállalkozásoknak kívánnak jelenleg az új ipari csarnokban helyet biztosítani, de közép- és hosszú távú integrált tervek is vannak. Az ipari park fejlesztése a munkahelyteremtés motorja lesz a térségben. A térségfejlesztési program keretében megvalósuló beruházások a megye életében is jelentős szerepet töltenek be, hangsúlyozta Horváth Kálmán. A kerítésen kívüli fejlesztéseknek is hihetetlen nagy szerepe van, hiszen úthálózat vagy infrastruktúra nélkül egy hasonló nagyságrendű beruházást nem lehet végrehajtani. A mintegy 900 millió forintos ipari beruházás 1000 négyzetméteres csarnoka közel 10 tonnás darúval rendelkezik, és 400 négyzetméteren irodákat tartalmaz. A kiemelt gazdasági övezet létrehozása folytatódik. A jövőben további csarnokok, irodák, szállások, egészségközpont épülnek itt. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Megújuló energia és termelés napelemparkkal csökkenti karbonlábnyomát a cementgyár. 14 állomás a történelmi belvárosban, első alkalommal rendeznek városi keresztutat Pécset. Gyermekszínházi biennálé Kaposváron több mint 20 előadást láthatott a közönség. Megújuló energiával váltja ki szükségletének egyharmadát a királyegyházi cementgyár. Ez napelemparkot létesítenek az üzemben és környékén. A baranyai gyár egy céggel közösen valósítja meg tervét, ami 2024 elejétől termel majd áramot. Itt, ezen a területen is napelemekkel találkozhatnak hamarosan azok, akik a királyegyházi cementgyárhoz érkeznek. Az ID Energy csoport végzi a projekt építési, fejlesztési és üzemeltetési feladatait, amely a Lafarge királyegyházi cementgyárának területén és a gyár mellett fog elhelyezkedni. A projekt befejezését követően a cementgyár számára 15 évig biztosítják fixáron a megújuló energiát. A napelempark mérete egyedülállónak számít, mivel ez az első ilyen nagy volumenű, magán megújuló áramvásárlási szerződéskötés, amit megvalósítottak az országban. Egy 26 megawattos naperőművet fogunk itt a királyegyházi cementgyár környékén létesíteni. Ez azért is nagy hír, mert így tudjuk a karbon lábnyomunkat ezáltal is csökkenteni, illetve az energiafüggetlenségünket is növelni. Ez egy 16 millió eurós beruházás lesz, ami 2024 elejére fog elkészülni. Nagyon várjuk már egyébként. Vannak még kihívások, amiket meg kell oldalunk közbe, de ez a naperőmű a gyár energia szükségletének az egyharmadát fogja tudni fedezni. A tervek szerint a szükséges engedélyeztetési eljárásokat követően 2023-ban megkezdődnek a kivitelezési munkák. A kereskedelmi működést várhatóan 2024 év elején kezdik meg. Hagyományteremtő szándékkal rendezik meg idén először a Városi Keresztutat Pécsett. Az egyházmegye és az önkormányzat közös szervezésében Krisztus szenvedés történetét követhetik végig a hívek és az érdeklődők. 14 állomást jelöltek ki a Kossuth tértől a Dóm térig, ahol szentírási szakaszok, elmélkedések, énekek, vers részletek segítségével élhetik át a résztvevők Jézus szenvedésének és kereszthalálának eseményeit. Ebben pedig a Pécsi Nemzeti Színház művészei segítenek, akik előadják a vers és bibliai részleteket. Idén először rendeznek Pécsen városi keresztutat. Az egyházmegye és az önkormányzat közös szervezésében a történelmi belvárosban követhetik végig az érdeklődők Jézus szenvedés történetét. A 14 állomásos út az a körülbelül másfél kilométeres táv, amit Krisztus is megtett Jeruzsálemben a keresztet hordozva. Az eseményt bemutató sajtótájékoztatón Felföldi László megyés püspök kiemelte, hogy egymás segítése, támogatása az egyik legfontosabb feladatunk. Ez valójában a közösségnek a lényege, hogy erősíteni, bátorítani családban, munkahelyen, egy városon belül, hogy pécsiek vagyunk. És ezért a városért együtt vagyunk felelősek, hogy értékesebb, gazdagabb legyen, és azt gondolom, hogy nem egy vonulás lesz ez, hanem valahol ennek a belső üzenete, hogy több emberként, jobb emberként a magam világában, a magam életmeggyőződésében élhessen tovább
az életemet. Az útvonal egyébként a Kossuth tértől a Dóm térig tart. Ezen a szakaszon jelöltek ki 14 állomást, ahol a Pécsi Nemzeti Színház művészei adnak elő vers részleteket és biblikus idézeteket. Mint azt Felföldi László stábunknak elmondta, a húsvétra készülődés jegyében megrendezendő esemény egyik szintén fontos célja, hogy az egyház meg tudja mutatni valódi küldetését, hogy Isten az ember mellé áll. A keresztút, Jézus keresztútja ebben tanít, ebben erősít, és mai nap is ugyanúgy mellénk áll az Isten, és segít nekünk ezen a keresztúton végigjárni. De mindnyájunknak végig kell járni. Ez egy tanító út is, egy tanító lecke, mondhatnám, az életről. A hagyományteremtő szándékkal megszervezendő programot április 9-én szombaton tartják a Pécsi belvárosban 16 és 18 óra között. A hívek és az érdeklődők a Kossuth téren gyülekezhetnek, majd a Dóm térig kísérhetik a menetet, végigjárva Krisztus keresztútját. Az ország legjobb gyermek előadásai versengtek egy héten át Kaposváron a Színházi Biennálén. A jubileumi seregszemle záró rendezvényén több mint egy tucat elismerést osztottak ki a szervezők. A szombatesti gálán a Kolibri Színház Emma Csöndje előadása kapta meg az Üveghegy díjat. Olyan jó, hogy végre láttam. A debreceni Csokonai Színház Herkules történetét dolgozta fel. A versenyprogram egyik előadásában, míg az istenek az Olimposzon dőzsölnek, addig az emberek nagy része szegénységben él. A 13 éves főhőst bántja, hogy éheznek, ezért elindul az istenekhez segítséget kérni. Közben 12 hőstettet hajt végre. A mitológiai időkben Görögföldön játszódó látványos történetet a 4.-5. osztályosoknak szánták. Semmiképpen sem szerettünk volna egy ilyen klasszikus látványvilágot teremteni az előadásnak, így hát alapvetően azon gondolkodtunk, hogy milyen olyan jelentéseket tudunk teremteni a színpadon, amibe sok minden bele tudunk képzelni nézőként. A jubileumi 10. gyermekszínházi biennáléra idén is színvonalas előadásokat hoztak el a hazai és a határon túli társulatok. Nem egyszerűen csak a gyerekeknek játszanak kicsit elszigetelve, vagy a margóra téve, hanem fontosak lettek, fontos lett ez a tudás, fontos lett ez a színvonal, fontos lett ez a mondani való, amit a gyerekeknek közölnek, és fontos lett ez a varázslat, amit a művészektől várnak el. Az ünnepi díjátadón elhangzott, a gyermekek nyitottak arra, hogy ebben a digitális világban újabb személyes színházi élményeket szerezzenek. Mitől jó az előadás? Mindenképpen attól, hogy bevonz-e a gyereket, aki nézi, és engem, valljuk be, hogy hát én egy ráncos gyerek vagyok, és azt gondolom, hogy az igazi jó előadás az, ahol mindenki, a kicsitől a nagyik, hát láttunk csecsemő előadást is, ahol mi felnőttek is kipirulva vihoráztunk, tehát hogy mindenképp a megérint engem, hozzám ére. A Biennáli egyik Üveghegy díját a Kolibri Színház kapta, azonban ezen kívül még két másik elismerést is bezsebeltek Kuti Ágnes rendezései. Az Emma Csöndje mellett a Liba Pásztor lány is díjazott lett. Mind a két előadásról elmondható, hogy ilyen szakaszosan készült el, és körülbelül 2 év után lett bemutatva. Úgyhogy már alig vártuk, hát minden színházat és minden művészt legjobban inspirál a közönség. Tehát nincs közönség, egyszerűen mi elpusztulunk. Az idei versenyprogramban 21 előadás szerepelt. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Kevés bárányhúst eszünk, a hazai állomány nagy része külföldre kerül. Lakossági klímák, fontos a szakszerű karbantartás. Csíkszeredai diákok Szekszárdon népszerű a határtalanul program. Vége a szárazságnak, megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Csütörtökön délelőtt borongós idő ígérkezik, elszórtan kisebb esőkkel. Megélénkül az északnyugati szél, délután már napos idő várható némi fátyol felhővel, a szél délnyugatira fordul. Ilyen nyugat felől ismét felhősödés és erős lökésekkel kísért szél ígérkezik. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Már köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!